Bővült a lehetőségek tárháza azon diákok előtt, akik közösségi munkát szeretnének választani Gyulán. A friss listát már ki is küldte az iskolák számára a Gyulai Ifjúsági Központ. Nem csak a hetet hét játékvárosban, hanem több fürdővárosi rendezvényre várják a jelentkezőket. Májusban a sérült fiatalok vármegyei találkozóján, valamint júniusban a gyulavári kastélynapokon van lehetőség közösségi munkára. Szabó Enikő szakmai vezető kiemelte, több egyetem is bevezette azt, hogy plusz pontszámokat adnak abban az esetben, hogyha valaki több közösségi munkát végez. Vannak olyan tudatos fiatalok, akik amikor az általános iskolából elballagnak és beiratkoznak a középiskolába, akkor már azon a nyáron elkezdik a közösségi tevékenységet. Most, hogy azért már mi is 2013 óta ezt folyamatosan mondjuk, mind a nyolcadikosoknak, mind már hetedikeseknek is elmondjuk, hogy ez a tevékenység, ez kötelező tevékenység érettségihez kötött. Így igazából már most azért a fiatalok ezt ismerik. Van, aki nagyon tudatosan, mint említettem, elkezdi 8-ba, 9-be is megcsinálja. Sőt, mióta mi ezt propagáljuk, hogy már az egyetemen is egy pontot ér, van, aki azért keresgéli, hogy hát már megvan az 50 órám, de akkor még többet csinálok, hogy kapjak róla igazolást és tudjak érte pontot kapni. Van, aki tényleg 12-es is még bizonyám hiányzik órája, és heteken belül itt az érettségi. Szabó Enikő kiemelte, az érettségig 50 óra közösségi munkát kell igazolniuk a diákoknak. Az előrehozott érettségihez viszont ez nem követelmény. Amikor mi kiküldünk egy nagyobb pakkot, most is egy nagyobb pakkot küldtünk ki a lehetőségekről, pont a héten is fogok küldeni újabb lehetőségekről az oktatási intézményeknek, akkor én mindig leszoktam odaírni, hogy kinél kell jelentkezni, mind e-mail cím, mind telefonszám, minden ott található. Van olyan iskola, aki kiküldi a krétába a diákoknak, tehát mindenkit elérnek ezzel a lehetőséggel. Van olyan iskola, aki felrakja a saját iskolának a Facebook oldalára. Tehát ott látják a diákok, mindenki másképp csinálja, azt gondolom, hogy azért a koordináló pedagógusok nagyon-nagyon sokat segítenek a diákoknak. Ott én leírom, hogyha találnak valahol, vagy valaki önmaga keres saját privát részt, hogy ő hol szeretné közösségi tevékenységet folytatni, nagyon fontos, hogy nem kötelező, hogy az iskolával szerződése legyen. Szabó Enikő kiemelte, aki még szeretne jelentkezni segítőnek a hetet hét játékvárosba, a héten még megteheti, hiszen két hét múlva tartják meg az utolsó felkészítő tréninget.